Egy most benyújtott kormánypárti törvénymódosítás értelmében betiltanák a 18 éven aluliak számára az összes olyan terméket, reklám és médiatartalmat, amely homoszexuális vagy transznemű embereket jelenít meg. A Kocsis Máté és Selmeci Gabriella által benyújtott módosítás a most készülő pedofil törvénytervezettel együtt kerül az országgyűlés elé. Jogvédő szervezetek szerint a kormány ezzel a törvényjavaslattal igyekszik egybemosni a pedofíliát a homoszexualitással. A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések büntetésének szigorítása évek óta újra és újra napirendre kerül Magyarországon. Az új törvényjavaslat előkészítése a volt perui nagykövet Kaleta Gábor pedofil botránya után kezdődött. A pedofilok nem rejtőzködhetnek. Az országgyűlés a javaslatcsomagot július elején kezdte tárgyalni. Jelen szabályozás szerint nem foglalkoztatható a pedofil elkövető a kiskorú nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végző munkáltatónál, és javasoljuk ezt kiterjeszteni azokra a munkakörökre is, ahol a gyermek részére szabadidővel, szórakozással, sportolással összefüggő szolgáltatást végeznek. Kocsis Máté és Selmeci Gabriella közben egy módosító javaslatot adott be, amely betiltaná a 18 éven aluliak számára az összes olyan terméket, reklám és média tartalmat, amely homoszexuális vagy transznemű embereket jelenít meg, és minden olyan oktatási programot is tiltana, amely említést tesz a homoszexuális, illetve transznemű emberek létezéséről. Jogvédő szervezetek szerint a kormány ezzel a törvényjavaslattal igyekszik egybemosni a pedofíliát a homoszexualitással. Ez, hogy valaki hall arról, hogy léteznek leszbikus, meleg, biszexuális vagy transznemű emberek, az nem azt jelenti, hogy ő majd azzá akar válni. Ez azt jelenti, hogy egy olyan diák, egy olyan gyerek, aki LMBTQI, és mondjuk akkor hall először ez ilyen identitásokról, és hall arról, hogy létezik más olyan fiú is, aki fiúkba szerelmes, akkor ő azt fogja gondolni, hogy ez nem egy természetellenes dolog. Az RTL Klub is tiltakozik a kormány törvényjavaslata ellen. Azt írják, hogy elutasítják a homofóbiát, és azt, hogy ne lehessen bemutatni főműsor időben olyan tartalmakat, mint a Szomszédok, a Barátok közt, a Bridget Jones naplója, vagy akár a Harry Potter filmadaptációk egyes részei. A keddi szavazáson az ellenzéki pártok közül a DK és a Párbeszéd nemmel szavaz majd. Hatházi Ákos, Szabó Szabolcs és Szél Bernadett független képviselők pedig bojkottálják a szavazást. A Jobbik azonban az Alfa Hírnek azt nyilatkozta, hogy igennel fognak voksolni.